Ha a Szent Vince napján levágott szőlővessző vízbe téve rügyezik, és a rügy belseje egészséges és zöld, akkor jó termés várható, vallják a borászok. Az áldás azonban elkér így is, hiszen a változékony időjárás még megtréfálhatja a gazdát, derült ki a mai napon a Dimenzió Borászat és a Porta Egyesület közös szervezésű vesszőszentelésén. Az áldásról dr. Finta József, a Nagy Templom plébánosa gondoskodott szarkásban. Bár ma már nem feltétlen kell megvárni, míg a rügy kifakad, hiszen mikroszkóp alatt is vizsgálhatjuk a félbevágott hajtást, a szokást a szőlős gazdák a mai napig fontosnak tartják. Az alföldi borászok számára kiemelten fontos, hogy jó minőségű legyen a szőlő, hiszen ez a jó bor készítésének alapja, melyet vidékünkön is el lehet készíteni, de komoly felkészültség kell hozzá. A helyszínen a kecskeméti Mátyás János borrend vezetői hangsúlyozták, a szakértelem mellett fontos az a segítség is, melyet a várostól kapnak a minőségi termékek népszerűsítéséhez. Ennek egyik fontos eleme a városbora verseny is, mely ösztönzően hat a gazdákra és hírét viszi a jobb bornak.